Január 3. Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Példabeszédek könyve 19. fejezet 22. vers. Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és megbocsátó, akkor ezt nem önmagától teszi, hanem Isten lelkének a befolyása és munkája nyomán. Az irgalmas emberekben Isten együttérző szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Szívük egy ütemben dobban a végtelen szeretettel. Menteni törekszenek, és nem kárhoztatnak. Ha a szerencsétlenek, a szükölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi, hogy vajon megérdemlik-e, hanem ezt. Hogyan segíthetek rajtuk? A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, és akinek az érdekében Isten megbízta őt, hogy a békéltetés szolgálatát elvégezze. Gondolatok a hegyi beszédről. Boldogok az irgalmasok című fejezetből.